Kriszta most próbálja ki először a látássérültek sportját, a csörgőlabdát. Vak csapattársaival nem veszi fel a versenyt, de azt mondja, a játék izgalmas, ám sokkal nehezebb, mint gondolta. Próbáltam arra figyelni, hogy csönd legyen, és mindig arra koncentráljak, amelyek a többiek csöndben vannak, meg minden. És mit gondolsz, hogy ment? Jó játék ez egyébként? Tehát izgalmas, érdekes? Igen, izgalmas, meg érdekes is. Nekem nehéz volt, és élveztem. Fura játék is volt, és nagyon jó játék volt. A mai napon az ép és a sérült vagy fogyatékossággal született gyerekek sportoltak együtt. Volt, aki eleinte nem tudta, hogyan közeledjen sérült társaihoz. Még nem volt részem ilyen jellegű sportrendezvényeken, és még nem nagyon vettem részt fogyatékosokkal kapcsolatos eseményeken. És igazából nekem ez még így először elég furcsa, mert nem tudom, hogy kell őket kezelni, hogy kell velük bánni, mit kell nekik mondani, és még fokatlan ez az egész. Gábor és Patrik társaival a fővárosi Pető általános iskolából érkeztek. Mind a ketten nagyon szeretnek sportolni. Élvezem a sportolást. Azért sportolok, és ezért kezdtem sportolni, hogy tudjak az evezésről minden. Egy másik teremben Boronkai Péter, a kecskeméti kétszeres paratriatlon világbajnok, a vak pingpongot próbálja ki. Azt mondja, az ilyen rendezvényeken sokat tanulhatnak az év gyerekek sérült társaiktól. Elfogadás, tolerancia, motiváció inspirálhatja az épp gyerkőcöket, hogy már pedig sérültként is lehet teljes életet élni. És nagyon jó példája ez annak, ez az esemény, hiszen nagyon sok élsportoló is ez az ügy mellé járt, és nagyon jó példa lehet a mai fiatalok számára, hogy már igenis sérültként is lehet teljes életet élni, sikereket elérni. Szabó László, a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetségének elnöke a megnyitón azt mondta, ma Magyarországon 80 ezer fogyatékossággal élő gyermek tanul a közoktatásban, közülük minden tizedik sportol rendszeresen. Mint mondja, az ilyen események hidat képezhetnek az épp és a fogyatékossággal élő gyerekek között, hogy aztán erős közösség épüljön közöttük. Egyedül semmit nem lehet csinálni, se sportolni, se dolgozni, a magánéletét is magányosan, rettentően rosszul éli meg az ember. A sport az azt tanítja meg, hogy a közösség és a csapat a legfontosabb dolog az életben. Ha van kire számítanom, ha van kinek elmondanom a sikereimet és elsírni a bánataimat. A mai sportnap a RÉV, vagyis a Rehabilitáció Érték Változás Programnak csupán egy része. A projekt a fogyatékossággal élők vagy megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását és képzését tűzte ki célul. Erről Bernát Ildikó, a projekt szakmapolitikai koordinációs testületének elnöke beszélt a sportnap előtti sajtótájékoztatón. Ebben országosan 6000-en vettek részt, és 4000-en szereztek szakképesítést, többek között a bőr, a nyomda és a papíriparban. A képzés az ország 96 településén folyik, ebből 80 vidéken.